Wolf Kati férje jogászállást kapott Hongkongban, így az egész család országot váltott és 9 hónapig kint élt. Most azonban Katiék végleg hazaköltöztek. Kínai babonákról és az út szerencsés oldaláról mesélt nekünk. Nagyon hosszú idő volt, sose voltam ennyit távol, és nagyon messze voltunk, úgyhogy ez valahogy úgy lelkiekben is, az ember itt van a közelben, akkor noha nem jön haza, mégis úgy érzi, hogy jöhetne, onnan kintről nem. Egy óriási pozitív oldala mindenképpen volt a kintlétemnek az, hogy csak a gyerekekkel voltam. Annyit voltam velük, amit most már nagyon megérdemeltek, mert az elmúlt években szegényeknek sok türelmet kívánt tőlük az, hogy anya énekesnő. Ez ott kint isteni jó volt, és úgy éreztem, hogy szerencsés vagyok, hogy megtehetem, hogy otthon vagyok velük. Kint nem is gondolt a karrierjére. Anya és feleség volt. Élvezte, hogy visszavett a tempóból. Délután 4-kor még pizsamában voltunk mindannyian otthon a csajokkal, és teljesen más életet éltem, mint így. Kati szerint a helyiek nagyon babonásak, főleg a számok és a színek terén. A 4-es szám náluk az, ahogy kiejted, ugye sokféle hanglejtésben ugyanazt jelent egy-egy szó, ugyanazt jelenti, mint a halál, úgyhogy nincs 14., 24. emelet, 34. és stb. Ami nálunk mondjuk a 13, az náluk a 4, de sokkal durvábban. A fehér is negatív üzenetet hordoz, így fehér bort nem is igen isznak. Az arany szín viszont lázba hozza őket. Az én szőke lányaimat jöttek és bugyurgatták a hajukat. Az első 3 nem még mosolyogsz, de amikor már 10. jött, akkor már mindenkit küldözgettem el, hogy hagyja békén. De hát a szerencsét hoz például az arany.